Esküvő az Operaházban. Tarnai Dávid énekkari művész és Mészáros Nóra zongora művész az épület nézőtéri foajéjában 100 vendég színe előtt köti össze az életét. Kijelenti Mészáros Nóra Zita, hogy az itt megjelent Tarnai Dáviddal házasságot köt. Igen. Jánki Emese cselló művész játszotta a bevonulási zenét. A ceremónia előkészületeiből Nóra kislánya, Szofi is kivette a részét. Esküvő. Nekem azt jelenti, hogy végre lesz egy apukám. Mindenig nem volt, és ez így jó lesz. Kijelenti előn Tarnai Dávid, hogy az itt megjelent Mészáros Nóra Zitával házasságot köt. Igen. Megállapítom, hogy Tarnai Nóra Zita és Tarnai Dávid a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Baranyai Anett operaénekesnő az opera énekkari művésze adott elő a gyűrű ceremónia alatt. A nézőközönség sorai közt az operakórus további tagjai is ott ültek. A Dávid egy nagyon fontos életeseményében mi is szeretnénk részt venni, és szeretnénk neki a legjobbakat kívánni. Azt gondolom, hogy természetes, hogyha valami nagyon komoly, más dolgunk nincsen, akkor megyünk. Az Operaház nem csak azért logikus helyválasztás, mert Dávid munkahelye, hanem mert az intézmény a tehetséggondozást is komolyan veszi a legkisebb kortól, ahogy a Nóra is, aki a Virtuózok tehetségkutató műsorban Liu Yinu a Sophie felkészítő tanára. Minden magától értetődően bekövetkezett, és hogy mi egymásnak teremtettünk. Sokat gondolkoztam egyébként korábban ezen, hogy összetartozás. Szerintem az, hogy valamilyen szinten van két halmaz, és egyre inkább úgy egyek vagyunk, és hiányozunk egymás mellől. Az Opera Caféban több társulati tag esküvőjéről is beszámoltunk már. Láthatták Balázsi Gergő Ármin és Felméri Lili balettművészek 2018-as egybekelését, de Rágyus Nikolái és Julia táncművészek esküvőjéről is beszámoltunk. Én úgy érzem, hogy ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy most a művésznő kezét nyitom. 2017-ben láthatták, hogy Haja Zsolt operaénekes a Denevér című előadás után megkéri szintén operaénekes kedvesen rácegít a kezét. Két évre rá megmutattuk Balga Gabriella operaénekes és Kutrik Bence zeneszerző menyegzőjét, 2020-ban pedig Majoros Balást térdelt le a Laurencia egyik előadása után, Balabán Krisztina előtt az Erkel Színházban. Ez is mutatja, hogy az operásoknak milyen sokat jelent a munkahelyük, a kollégáik és a közönség, s hogy alkalmasint életük legfontosabb eseményének ezek a díszes falak is tanúi lehessenek. Dávid és Nóra esküvője után a szűkkörű kocintás az Operaház kávézójában zajlott. Nóra és Dávid 2014 márciusában Pergolesi Urhatnám szolgálójának koncertváltozatán figyelt fel egymásra, ahol Dávid Uberto szerepét alakította, Nóra pedig zongorázott. 5 évvel később, 2019 tavaszán aztán Nóra elhívta egy fellépésre Dávidot, és innen indult közös útjuk. Dávid 2022. januárjában a Budai hegyekben kérte meg Nóra kezét. Azt láttam, hogy a kislányom is elfogadta Dávidot. A zene az egyházi szertartást is elkísérte. A budavári evangélikus templomban Kertesi Ingrid operaénekesnő örökös tag, és az opera Erkel kórusa is énekelt.